Ez a sikeres pénzügyi és költségvetési konszolidáció egyben azt is eredményezi, hogy Magyarország a 2004 és 2010 közötti időszakban az Unióban egyedül kétszeres túlzott deficit eljárás alatti státuszából a jövő év során kikerülhet. Mint ahogy azt a tisztelt bizottság tudja, a magyar gazdaságpolitikának az új kormányhivatalba lépésétől elsőrendű célja az, hogy a szégyenpadról kikerüljön, amely túlzott deficit eljárás a 2004 és 2010 közötti kormányok felelőtlen költségvetési politikájának a következménye. De az igazi újdonság abban van, hogy jelentős mértékben sikerült csökkentenünk a jövedelmeket terhelő adókat, és ezeket az így kieső, megítélésem szerint átmenetileg kieső bevételeket kiegyenlítettük, visszahoztuk a forgalmi, fogyasztási és jövedéki típusú adónemeknél. Ez egy nagyon jelentős, több ezer milliárd forintos átrendeződés az adórendszerben. Megítélésem szerint ennek az adórendszerbeli reformnak, átalakításnak lesz az a következménye, hogy a magyar gazdaságban 2013-ban a pénzügyi és költségvetési konszolidáció eredményeinek megőrzése mellett végre hajthatjuk a gazdasági stabilizációt, az ehhez szükséges beruházási és növekedési fordulatot. Ezek a számok, amiket ön mond, ezek a csomagok, amiket ön most már így heti rendszerességgel jókedvű Mikulásként behoz a parlament elé, ezek nem élik meg a következő hetet. Hiszen azok a csomagok, you know package, amiket elénk hoz, azok nem tartják a szavatosságukat. Azokat a bankokat, multinacionális cégeket védik, amelyek az ő pénzügyminisztérsége alatt és az ő hathatós döntésének következtében iszonyú nagy haszonra tettek szert, részben az ország kirablását is meg tudták tenni. Nem a magyar oldalon áll Veres János. Hogyan jön ahhoz hozzá, hogy ilyet megítéljen? Hogyan jön ahhoz, hogy ilyet mondjon egy képviselőtársáról, aki szerintem még soha nem bizonyította azt, amit ön állított? Ezért azt gondolom, hogy ez teljes mértékben abszurd, hogy valakit ilyen módon vádoljanak meg, ilyen megalapozatlanul, hányaveti módon, trehány módon és aljas módon.